Az 128 a VHF a Peskanszkinek a Peskovszki.29-es gép már a reptértől 30 mérföldre 180 fokra. Látom az RVR-en. Jó, miközben már engaging. Spike. Hol ID-nek itt állítsak, hogy... Én 12 vagyok, 01-es grup 12 vagyok én. Aha, már átnyomom 2-esről. Fox 3. Maradok én akkor egy is. Copy. Splash van. Két percen a végig, és Fox akkor összeállhatok. Keményen kanyarodik. Szerintem mi védelte? Az biztos. Na, majd mindjárt megkapja a másikat, csak közelebb megyek. Majdnem lementem egy gyepre. Na, meginduljak. Hát gyere az apa, hogy hívják, mindjárt mondom, várakozó területre, hogy hívják ezt. Na, oké. 29-es RVR kontakt, irány 2, basszus, nem látom. Eltűnt. Mindjárt jövök vissza. Irány kelet 270. Magasságra. Splash 2. Kettő, 50-60-on láttad?
Rolling. Sam Lane defensive. Check six. Hú, bazd meg, ezt nekem mondtad? Látom. Mondjuk már csúnyán füstöl. Előbbi splash tumból, csak úgy néz ki, hogy életben. Mi? Na, good kill, good kill. Látom az RV-ren a másik 29-es géppárt. Zsír. Megyek, megkínálom őket is. Sam lunch. Knicks? Firewing, addig szálljunk fel. Oké, most látom be megéd. Látom, azért mondtam, hogy... Oké. Akkor addig csapkodjuk fel a szárnyunkat. Re, szétfagytam, mint a szar. Nem para. Most már viszont ne várjatok meg, majd utánatok megyek, azért az sok. Mehetünk, nem? Hákat hozol? Oké. Okay. Mit tudom én? Mert fehér színű, a D a zöld. A kettő között, majd egyik sötétben játszik. A szemláncsa, igen. Na, 90% fékbe. Szólja meg vagy. Várjál még fölpöröm. Oké. 3, 2, 1. Na basz, most én vagyok ki. Jó van. Oké. Okay. Nincs megakadt egy kicsit. Pont most indítottam a csatlakozást akkor attól. Lehet. Oké, okay, 300 fokon megvan a másik két 29-es. Rotating. Airborne. Yeah, okay. Ezelőttig fölmegyek, megvárlak. Itt vagyok mögötted kb. Spike. 255. Intézem. Fox 3. Music on.
Foxy, Winchester. Gyere vissza ezek mögé. Szemek mögé. Egyelőre defenzívben vannak, megnézem, hogy Gunnal mi lesz. Ja, értem. Splash van. Sam Lunch. Szóval a... Ja, hogy Sam Lunch, jó, oké. Okay. Az előbb azt hittem, hogy azt mondod, hogy a kettő között az a különbség, hogy milyen szemlencsét használ, de ja, alapvetően a D és a H között az a különbség, hogy az egyiket más a kereső feje. Tehát más kereső feje van benne, ugyanúgy, mint a K-ban, meg a G-ben. És a hát azt fog, le tudod, hogy hívják ezt? Tehát, hogy a földre célzol vele, nem pedig targetre. Ja. Round the line. 1.29-es maradt azzal, hogy vigyázzatok. Megyek haza tankolni. Én valamit otthon hagytam, azt hiszem. Vagy marha könnyű a gép, mert több kis tolóerővel, nem tudom, 200-zal megyek. Ugye jó? Hát én 50% közéből benyával indultam, és 4 darab D-t hozok, meg 4 darab 38-ast. Aha. Szem előttünk, hatókörében vagyunk, kerüljünk. Jobbra. Ezt miből látj? RVR-en ott van a 03, meg egy BB is. Inkább a BB-től félnék. Aha, ja, az is. Mi az? Big Bird vagy Blue Bird? Big Bird. Big Bird. A SR, vagy a SR-10-nek, vagy az SR, na, rosszul az S300-nak a távolfelderítő. Aha. Spike Music, irány 280. Tudom, engem is mér, nem tudok velem is okay. Csinálni, nincs fegyver. Oké, okay, nem baj, csak mondom. Be fog jönni ide a reptérhez a sztrelákhoz, azok meg majd jól elintézik. RVR kontakt, irány 240, 29-es. Firewing, balra megyünk. Oké. Irány 210. Combat lights. Thank you.
Ezek közel vannak, bassza meg. Itt még a reptérnél grasszálnak. Nem, nem. Azok, akik 240 irányból jönnek, azok vannak közel. Töltök és jöttök fel, addig éljetek túl valahogy. Fire, menjünk le. Oké. Ilyen 1000 magassága. Lefelé nem látnak a dögök. Annyira. Van évexünk? Ez jó kérdés. Balra. Menjünk be a dombok mögé oda. Egyes waypointra mentek amúgy? Mhm. Uh-huh. Miss launch. Levegőből kínálgatnak? Aha. 229-es. Jön rád, jön rád hátulról. Menj be a hegy mögé. Kire? Na hát ez az, hogy nem tudom, mert Firewing volt, jól látom. A Gap Tone. Fox One. Vigyázz, ő is indított. Firewing feletted van. Kicsit húzd és emelkedve pont meg tudod fogni Sidewinderrel. Látod? Meg az. Fox 1. Akkor nem látom. Most az a Sidewinder körül 3 centire jött el a seggétől és nem szedte le. Rohadjon meg! Na jó, már is indítok. Gyere vissza, Léci, gyere vissza. Mármint a MIG-nek mondom. Az valaki eltalálta. Hopp, ezek meg fölbukkannak előttem. Defensive. Íj! Dögölj meg! Milliméterre ment el mellette, váltnak beszarom.
Hogyan? 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 Ez esetben bosszút állni jövök. Úgy nem is még, ha nem szó 27-es. Igen, hát 29-et mutott az RVR, úgyhogy... Nem tudom megmondani így közelről, vagy távolról. Amikor meg közel voltam, akkor nem arra figyeltem, hogy... Pontosan hogy néz ki. Engem inkább az érdekelne, hogy a rohadt AIM-9 az így... Miért? Tehát kettő darabot, és így... Rányomtam F6-tal, hogy is mi van a rakétával. Nem viccelek, hogy 3 méterre volt tőle, amikor elkezdett a gép gyorsabb lenni. Én is agyonvert. Hát mert dobott egy ezért fákját, azt jó van. Engem inkább az érdekelne, hogy azért... Hogy... Megbosszoljuk őket F-15-ösökkel? Én már megyek is föl, az a kérdés, hogy én szedem le elő, vagy a légvédelem. Az egyik az konkrétan 5 mérföldre van a reptér. Szóval, hogy így ennyire fos lenne az AIM-9, hogy így gyakorlatilag kettőt lőttem ki rá, és úgy, hogy így közvetlen közelről, és mondom, másodpercenként egy flare dobott, és azonnal ráment az AIM-9. Azonnal. Tehát az elsőt azt láttam, hogy így ment a picsába. Az igen. Az a baj, hogy túl messze volt az ezéhez. Mondjad? Engem is meglőtt szemből. Kurva ETA-vel. Azaz. Közben kinyírta a Strela. Felszállás után 200 csomóval voltam, amikor megdurrantott. Au. Éppen csak. Igazság szerint legközelebb tudod, mit fogok csinálni? Ráeresztek egy Mavericket. Rázd le azt, ha akarod. Vagy ha tudod.
Egyes kész. Én még csak Másfél háromnál vagyok. perc. Balú, minek a szimbólja az RVR-en a hármas? Szerintem nyilva. De mindjárt megnézem neked. Itt van előttem az a threat guide azéhez, de nem találom. Kinyomtattam. Mert jó móka. Én is. Nekem a complete van meg, és nem látom bennem. SL3-asnak a szimbólja. És ez hanyadik oldalon van, mert basszus nem találom. Hát a franc tudja, nekem egy ilyen egy oldalason van. Ja. Ilyen. Melyiket nyomtattad ki? Ajzést, ami a ED fórumon volt? Hát ott találtam oda, majd átküldöm, ha gondolod. Nem az, csak itt nekem van, itt az OSA, a TOR, Tunguska, Silka, Kub, Book, Big Bird, Strela, Strela 1, Strela 10, Igla, Sporka, aztán utána Hawkok, Patriot, Roland, Gepard, Vulcan, Linebacker, Avenger, és ennyi. Meg a Sharpa. Sapara. És küldd már, mert ebben nincs benne basszus. Küldök majd akkor egyet, ami nekem van. Köszi. Küldhetnéd amúgy a DCS csokiba, erre én is kíváncsi lennék. Jó, oksa. Fölrakom akkor oda. Kösz. Bekapcsoltátok egyébként ezt az új modell nagyobbító opciót? Normálra raktam. Én igen. Én fölvettem maxra, és most miközben az előbb indítottam, és ti már levegőben harcoltatok, lent a földről láttam az egészet. Igen. Az kicsit a baj, túlzás. Hogy túlzásba viszi nagyon, igen. De nagyon jó az jó. Hogy csak Full HD-ban játszunk, és nincs annyi pixel, hogy szimulálva legyen, hogy kb. A valós életben meddig látunk kell, csak túldöttek a célon, ezt nem hiszem, hogy láttam volna így. Nekem ilyen minimumra van véve, és ott egész jó. A legdurvább az volt, hogy nagyra téve, ilyen házméretű kamionok gurultak a... Az jó. Én normálra raktam, tehát azért van az off, a normál, meg az enlarge, nem? Jól emlékszem. Én a maxra tettem, aztán az veszem az enlarge-t. Ja, és normálon nem látok messzire vele, viszont nem is kéne, tehát így nyilván a való életben sem messziről BVR pláne nem fogod nézegetni a 60-80 mérföldre lévő célpontokat, hogy vajon kiszúrod a szemmel. Na, én viszont nem leszek vezérgép, úgyhogy félreállok, menjen valaki majd elő. Menjek vizé, fire. Ó, persze, ha menjél csak. Udvarjunk. Majd megbosszuljuk, menjél. Azaz, mennyi előre, majd megbosszulunk. Nem ismerem elég jó hozzá a pályát. Meg nem árt én elég sem. Gyakorlást. Alapvetően ezért F-15-öt játszottunk itt egy párszor már. Még veled is talán, Knicks. Ja, ez ugyanaz a pályák, akkor igen. Aha, ja. Itt baromi gyorsan respawnoltak oda. Ugye? Hál' Istennek. El lehetett pikpak lőni azt a 8 számrámat, így jöttek mindig.
Igen, mert úgy van megcsinálva, hogy ha felszáll egy gép, akkor kettő vadász. Tehát ha egy csapásmérő felszáll, akkor két vadász jön. És hogyha három szálltak fel, akkor hattal kell foglalkozni? Amúgy meg is jött a 29-es. Nem tudom, hogy mennyivel kell akkor foglalkozni, de... De most már van egy gép pár, igen. Már ja, ja. Fedezés F-15-ös, nem? Én. Igen. Balú. De van egy 29-es, meg egy 25-ös géppár, úgyhogy... Bosszant a 29-et, csak hogy ne velünk foglalkozzon. Na, őket még le is szedem. De a többivel saját felelősségre. Talán elő egy 25-es, akkor kidomolja. Nem szó, még. Ja, az más. Na. Ready. Akkor trottul 90% fékbe. Három, kettő, egy, mehet. Rotating. Gears up. Gears up, airborne. Super. Gears up. Jobbra fordulunk. Irány 1-es waypoint. Spike. Nálam is. Akkor én már nem is mondom. Fox 3. Kurva szemláncs miatt nem tudok dolgozni. Ugye a valóságban az A10-ek így ellenséges környezetben milyen magasra repülnek? Alacsonyan. 6. Max 6-8 ezer láb. Attól függ, hogy mivel, milyen környezet. Tehát ilyen Afganisztán meg ilyenekben a RPG-k meg a kézifegyverek meg korábban a memperek miatt le se jöhettek 4-5 ezer alá. De ugye komoly harci környezetben, amikor buk, meg kub, meg minden van, akkor meg ugye pont, hogy fel nem mennek ezer fölé. Jep. Hát meg attól is függ, hogy mit visznek, milyen armamenttel mennek, meg mi a cél, mit tudom én. Tehát, mert érted, ha nincs például földi, vagy mi ez, tehát nincs kub, buk, meg ilyenek, akkor így simán fölmennek magasra, azt azért GBU-kat dobálnak a szónapot. Az a 0-3-as előttünk, az nem barátságos, ugye? Nem annyira. Bár mondjuk range-en belül vagyunk és nem mér, úgyhogy nem tudom, de kerüljük ki, jó? Mondjuk balra. Mert az előbb jobbra mentünk és onnan jöttek a repülők, és az nem volt finom. Egy 25-össel már kevesebb van, de a légvédelem miatt nem tudok dolgozni rendben. Azok nem olyan nagy problémák. Egyelőre. Azért látom az egyik ödöket zöldel, mert vele egy frekin vagyok? Mert ugye nem. Akkor vele nem, nem?
Vele nem, igen. Velem nem vagy, mert a 01-es grup 12-es csoport vagyok. Vagy a 01-es csoport 12-es ID vagyok. Hát a csoport. Ja, mert én is egyel. Én 0101-re rakom. Már én meg 00-as a grupom, akkor várjál. Nekem is 00 volt most, ja. Oké. Okay. Na akkor hányas grup vagyunk? 01? Uh-huh. Oké. Okay. Menjünk fel magasra. Ezek... Te vagy a líder, vagy nem tudom. Vagy az a baj, hogy... Az a baj, hogy nem tudom, mert pont azért mondtam az előbb, hogy azért, hogy nincs meg ez a rohadt 03-as. Nem tudom, hogy milyen, hogy ez alacsony, magas légvédelem, IR, radar, vagy milyen légvédelem, nem tudom. S-125 nyilv a más néven, egy lokátoros 30 km. Nem úgy. Azzal szedte le a Dani Zoltán az F-117-est. Kátoros. Klasszikus félaktív parancsvezérelt lófasz. Ezek a modellek nagyon gázak így. Körülbelül 11 órán át egy csomó mindent látok. Spike! Ilyenkor gondolom ECM-et egyből ott kell nyomni. Music, ja. Mi 29-es megyek utána. 43-148-nál találtam egy radart. Ilyen kurva nagy radarernyője van a tetején? A 03-asnak? Tudom, mellett egy sírka is. Jó, megvan mögöttetek a 29-es. Az a baj, nem érem utol rendesen. Nyolcezren van egy durván 12 mérföldre mögöttetek. Missile launch. Hátulról támadom. Nem is 29-es, 25-ös. Te lőttél rá, vagy ő ránk? Nem, ő rátok, én még nagyon... Akkor defensive. Én voltam. Mi? Going down. Oh. Megint missile launch. Mindjárt leszedem. A Cortanát meg megbaszom. Próbáljátok meg egy 180-at fordulni, és felém jöjjön, és akkor már is kidurrantom. Rajta vagyunk. Missile launch, missile launch. Infrás tér ki. Oké, okay, hatótávban van Fox 3. Fox 1. Már kár volt, splash van. Jaaah! Amúgy Fox 2, ha átizzel vagy. Ja, hülye vagyok. IR, igen. Milyen irányba forduljak? Egyes waypoint irányába. Látod a speamet a tadon? Aha. Jó, az egy sú... Sirka? Mindjárt ránézek. Ahogy neked adta a kilt a AT, vagy a 25-ösre. Nagyon helyes. Tally Sam, 43-469.
Úgy nézem, F-16-osok jönnek. Ők miénk? Biztos? Nem? Már hogy pont Elvileg. vannak, ahova az ellenséget mondja. Azt mondod? Hát az irány gyanús, sem ugyanaz. Hogy tudom megosztani a speamet veletek? DMS balra hosszan. És melyik mi legyen a point of interest? Tad. Illetve nem, bármi. Az meg anyád. Missile launch, defensive. Mi lőtt rátok? Nem. Erdő szélén jó a kedv, ott lakik a szem. Na, F-16-osok, enemy. Hogy ennek, hogy örülök? Megyek, pofán küldöm őket, nem remekel, de aztán megyek haza, mert hogy alig van 2000 font üzemanyag. 0-3-as szemre rifle. Defensive. Nem lőtt vissza, akkor nem defensive. Most lőtt vissza. Defensive. Jöjjebb jó hírem legyen, a 16-osok nem rám jönnek, hanem rátok. Hű, ez nagyon közel volt. Ez nem tudom mi volt, de nem a szem. Rohagy meg nem talált a szem, vagy a Maverickem. Én szétlőttem valami bizony Triple H-t. Egy shielder. Most látom, ki van írva. Jaja, zsír. Csak én a rakétát akarom kilőni, de elhadék. Rifle. Defensive. Defeated. Defensive. Le fogok zuhanni! Bázd meg. Splash van. Na, srácok. Jön még innen bőven cucc, úgyhogy időszerű megfontolni, hogy húzunk innen a francba. Mármint? Hát most egyet leszettem, jön még kettő gép. 260 fok felől és 16-osok. Nem, 29-ek, még 29-esek már. És naftám annyi sincs, hogy hazaérjek. Hát akkor szállok át 15-ösbe, az jó van. Fogsz. Hát ilyek én is 15-ösből.
Akkor most indult el a tízes. Hát elindultam vissza a repterük Az felé, mert barom. megint zé. Ó, hát ennyi. Leszedett basszák, szerintem max távon kb. A légvédelem. Na, no, splash 2. Viszont én is jócskán benne vagyok a szózban. Tekerem fel magam. Lőnek rám aktívval, passzívval, légvédelemmel, és van 500 font üzemanyagom. Fincsi. Business as usual. Ja. Meg is haltam. Az én kérdésem inkább az lesz, hogy a D-vel mi a rohadt anyámért nem találtam el a izét. Kettőtöttem rá basszus, és mind a kettő mellé ment. Az cumi. Uh-huh. Nem gyakori. Nem. Na én, ha már elindítottam az A10-est, akkor most már főszállok vele. Most már rendben. Megvédünk rendesen. Na most már 3 F15 lesz, úgyhogy, vagy 2? Ha van esélye mi? Nem, full tiltre tett, hogy... Főszállok a vadesszal, minden meghal. Olyan kell, hogy csak a víz... A10-nél lehet beállítani a pedálra, hogy fékezzen. 10-nél is, F15-nél is. De nincs a tengelyek között. De, ott de van. Milyen én is azzal fékezek. Detto. Oké, köszönöm tanácsot, akkor megnézem még egyszer. Ott van az. Vagy csak az orosz gépeknél néztem, és ott nem... Csak az orosz gépeknél nincs, így van. Akkor valószínűleg az F15-et nem néztem, hanem elkönyveltem, hogy nincs. Az előbb volt valahogy 29-es, azt leszette a légvédelem? Nem, ő szeret le engem. És 2 29-es és egy F16-os jött még abból az irányból. Illetve az egyik 29-est is leszettem, tehát egy F16-os, egy 29-es jött. Most ott vagy. Ér engem a földön. Megvan. Nekem is spike a 29-es. 12.000 láb. Irány... 2-2-0. 20 mérföld. Mögötted vagyok, fedezlek, én is fordulok rá. Ha rád lő, nyugodtan menjél majd a feladalomért. Fox 3. Az se rossz. Defensive. Jó, Air Max-ról Music on. Igen, csak ezért 800 kiló, vagy mi ez, ezért 600 mérföld, vagy mi ez, kilométer per órával. Nagyon jól csináltad, mert defenzívbe ment, úgyhogy megyek is rá. Na jó, de ő is lőtt rám, tehát vágod. Remélem nem R77-es, ami engem fog majd be.
azokat előtte rám. 16-osra megyek rá. Ne menj annyira be oda, mert ott van a légvédelmük. Van, ja, de ez cold, nem muszáj ők menni, hogy indítsak. Látom a légvédelmet egyébként tökéletesen szerencsére ezzel. Látok modellekkel. Mindenkit én is. Hátulról. Tally Bandit, 190 irány, Fox 3. Van valaki? Gyerekek. Én. Mert hogy Fox 3. Most fog keresztezni, ha jó, kifordul, látom. Fox 3. Elkapott, baszki. Aha, de hogyan? Tehát még azelőtt indított rám, bazd meg. Nem mindegy. Nem baj, mindjárt pofán lövöm. Helyes, addig én visszaülök az A10-be. Én haladok az egyes waypoint fele. Fox 3. Az F-16-os ellenség? Igen. Szedd le. Nem is csak az, hogy ellenség, hanem egy rohadt dög. Aha, nem szedem le. Olyan? Kérdést feltettem, megkaptam a rakétámat. Au. Hozzá infra volt. Igen. Nem is csak az, hanem ezért indított rám basz meg B-t. Tehát így 120 B-t. Amit simán le kellett volna tudnom rázni. Vagy azt pecselték most? Hajrá, hajrá! Jó, ezt már nem... Ó, van splash, végre. És nem hiszem el, pofán lőtt bazd meg ő is. De hány rakétája volt ennek a köcsögnek? Hát F-16, úgyhogy kurva sok. Hát ez ugye leszedett először engem, utána téged, utána Firewinget, és utána engem megint. Hát ő tud vinni, verje csak... Hatot. Hat... Nem. Vagy hat emremet. Sidewind-et is lőtt, tehát azért az azt jelenti, hogy 4 plusz 2 plusz AZ. Plusz Guns, de... nem mindegy. Hát végül is ebben még így benne van az izé, a számok stimmelnek még így. Hát mondjuk úgy, hogy 100%-ot lőttük összesen. Igen, tehát így ez az, amit így mondok, hogy 100%-ot lő egy bot, azért az elég durva. Tény is való, hogy írta a csávó, aki ezt a küldetést létrehozta, hogy ez így a Black 2K, nem tudom milyen editionje ennek a missionnek, tehát így nehéz. Tehát mondjuk én direkt úgy akartam, hogy így ne ilyen kurva könnyű legyen, mert érted, annak semmi értelme.
Bejöttem városnézőbe. Van alacsonyan vagyok, mint a franc. Hol egy Knicks? Meg ezé Balú. Cigizek egy pillanat. Ja! Oké. Okay. Hát azt hittem, hogy... Azt hittem, hogy a levegőben vagy. Nem, nem, itt van a gépen megtankolva, felfegyverez a motorindítással már. Légi cél van amúgy? Mindjárt lesz, mindjárt felszállok. A10-zel. Fire? Merre vagy? Jó kérdés. Túlmentem már 0-3-on, bármi is legyen az. Megvagy. Szerintem lassan odaérek, nem vagy? Hát a célpont egy adag vagon. Akkor látom. Akkor most húzok át fölöttük. CDU. Not ready. Vagy CDU. Mert mi a faszom? Akkor megsoroztak. Hát de ki volt az? Itt az honnan tudjam. Lemaradtam. Jövök egy perc. Bassza meg a bassza meg. Ó, itt van valami baszott légvédelem. Ott van egy pár zsilka. Flakszerűség, nem? Aha, nem bírok beszélni, basszus. Zsú. 23. Zsilkák vannak ott. Ez valami cserélt légvédelem, nem? Aha, az az, az az. Jó, left engine on fire. Még? Hát ez ég bassza, nem? Akkor leszállunk, vagy valami olyasmi? Leszállunk, ha akarom, ha nem. Egyszer le kell szállni. Igen, ezt már mondták páran, hogy így... Olyan még nem volt, hogy repülő fönnmaradt volna. És mint tudjuk, a leszállás ez egy kontrollált ütközés. Azaz. Majdnem jó voltam, csak túl hamar odaértem. Hát TGP-ben nézd a izét, mielőtt odaérsz. Hogy mi van ott. Nem, mert annyira izére. Milyen... Végvedem ez a 0-3 vagy mi. Na mindegy, arra koncentráltam meg, ott bujócskáztam a... Megvárom. Köszönöm. 216-os konta, 250 irányában. 260. Látom. Gurulhatunk tőlem. Ó, pedig cigizni akartam, de menjünk. Majd elszívom felszállás közben. Pilota fők elég durván fog kinézni, mire felszállsz. Sztori megvan, amikor az oroszok lemásolták a B-29-est, vagy a B-10-es, nem is tudom már melyiket, és hegesztettek bele egy ilyen fémdobozt. És így sokáig nem tudták, ha mutál. Nem meg semmi, ha mutál az az. Ó, oh, bazd meg, nem hiszem el. A gyári tartozik, ugye nem volt a B-17-esnek ez, viszont a pilóta azzal a szerelőkkel így egyedileg oda baszatott egy ilyet. És ugye őt lőtték meg úgy, hogy kényszerre szállt a Szovjetunió területén. Az oroszok meg egy-egyben szerették másolni a dolgokat. Jaj. De kemény. Ezt nem is hallottam még, ez kurva jó. De igen, a virtuális repülésnek is megvannak a maga. Na jó. Kamov 50-est repüli valamelyik ötök? Én nem. Én nem. Elég túlzás, hogy repülöm, megvan. Arra gondoltam, még azt kéne valamikor kópozni még. A singleben sokat játszottam vele, de kópban nagyon-nagyon minimális. Szörpali jól tolja. Meg a data link tudásomat fel kéne frissíteni, azt tuti, mivel singleben arra szóval nagyon kellett. Arclight departing Peshkomsky, runway 5.
Balú ready. Egy maxot. Mehet. Aha. Engedem. Amúgy meg érdekelne, hogy honnan az Istenből látta, hogy indítottam rá a R Maxról, bazd meg, mert az a, hogy hívják, a 120C az nem megy pitbullba, tehát azt nem látja, hogy indítok. Mondtad, hogy, hogy R Maxból indítottam, ami tök jó tényleg, csak azonnal látta, hogy indítottam, és ezt így érdekelne, hogy honnan. Ennyire kurva jó szembe van a AI-nak? Nos, hát... Leveszem az utánégetőt. Jó, 2-7-4 irányba fordulok. Ez már van közelebb, mennyire megnézem. Hát, pont háptunk mögött, akkor jobbra fordulok. Oké. Okay. Music on. Az ívelőid még kint vannak, vagy rosszul látok? Szerintem kirakta automatán, mert kicsit túlhúztam. Kontakt 30 mérföld, 12 óra. Ja, tally. Oké, okay. Melyikre mész? Én vagyok elő, lenyom az első. Oké. Okay. Támadom a hátsót. Indítás után majd egyből csinálok jobbra izét. Akkor én balra. Fenzíve. Visszarakom ott utána égetőt és megyek föl, amennyire csak tudok. Letto. Fog szárom. Fog szárom. Ti a defenzív. Balú Fox 3. Enyém is defenzív. Fox 3. Fire on missile defenzív. Splash. Enyém is. Szerintem a tiéd splashét láttam akkor, mert van itt még egy. Igen, igen, látom, megyek is rá. Már megy rá egy rakéta, 5 sec. Oké. Okay. Mögöttük majd jön még. Ivédelte, Fox 3. Ajaj. Légvédelem indított. Igen. Hát gyűlölöm, de itt kell hagyni. Még 23-asok.
két MiG-23-as 160 fok felől. Látom. Majd csak egyet látok, 18 000. Teli mind a kettő. Fox 3. A 20, melyikre jött be? Mindkettőre TVS-be. Fox 3. Splash van. Fox 3. Winchester. RTB. Onnan meleszednek légvédelemmel. Spike. 23. Irány. 190 meg 90, az 270. 280. Teletrain. Meddig lőnek el a légvédelmek amúgy? Így magasságban. Melyik? Hát amik ide, ezek a 0-3-asok jelzések, amik le vannak akkor. Hát többek között ezt sem tudom, ezért kérdeztem az előbb alut, hogy ez így milyen. Az mit tud? Az SA3 az magasságban akar fölé menni, 30 km. Tehát az SA10 az meg... Mr. Launch. 90. Közben leszedett engem is. És az az alázás, és a légvédelem, az a kurva MiG-23-as, amik forgalódtam a légvédelem elől. Megdurrantott egy R24-essel. Jó, a sászok viszont én szerintem már a lépek. Nekem még, én azért még felszállok egyszer. Jó, jó repülés nektek, sziasztok! Megköszöntjük a részletet! Csőcső! Én örültem neki, sziasztok! Van ilyen 0-3-as így a izé körül, a 1-es célpont körül. Útban odafele is megvan még. És megpróbálom valahogy kifüstölni. Az baj, nem találom. Szerintem be lesz valami erdőbe vagy. Az előbb indított rám odafele, amikor mentem. Láttam a füstcsíkot, honnan jön kb. Így éppágyúval kb. Oda törköltem, de nem találtam el. Nem is láttam. Csöves légvédelem, mert a rifle. Vonatra rifle.
Silka. Rifle. Vonatra 4 pickle mindjárt. Pickle? Hogy tudtad kiszedni a légvédelmeket? 4 pickle away. Hát... oldalról mentem be a hegy fölött kurva magasan, és kétszer rám lőttek, de kicseleztem. Aha. És megillő. Csöves is lő. Hát konkrétan úgy tudtam kicselezni, hogy még nincs megölve. Az igen. Na most vagy mind a négy bombám misszelt, vagy ez egy kurva kemény vonal. Én meg beértem valami olajfúró a tornyok közé. Az is célpont majd. Látlak benneteket, melyek közel hozzátok. Mögöttem F-16-osok ellenségesek. Vonatra rifle. Femi roncsok a rakéta. Ez csalás. Ez hülye játék. Azaz. Hopp. Ez egy hülye játék. Elugrott a bal szárnyom. Kitrimmelem. Vagy nem. Mindketten ledurrantatok? Nem, én itt vagyok, csak mindjárt Winchester. És valahol még van egy, kettő, három, úristen. Sok-sok-sok-sok anti-air van. Zsú 23, 32, 63, nullánál. Magassága? 5000, rifle. Shack.
Missile launch, missile launch. Nem látom, hogy honnan jön basszus. Megülem, bazd meg! Dom mögött van, és én még mi folyamatosan átmegyek a dom fölött. Jaj, de jó. Nem most lassulj be, bazd meg! Reagan. Buddy. Pont amerről jössz, ott van egy... Hú, ott valami nagyon meghalt elől. Nem baj. Fox 3. Defending. Jó, és kocok, én is elköszönök, azt hiszem. Hát van még mit gyakorolni, azt hiszem. Láttad a vonatot? Amúgy. Tehát szerinted az halott? Nem látom a vonatot, de téged látlak. Most fordulok rá. Missile launch! Majd jó szórakozást, aztán ha még lesz valamikor ilyen lehetőség, szóljatok. Hát a szerver éjjel nappal itt van, úgyhogy bármikor jöhetsz. De így a poén, amikor 3-4-en. Ja. Ja. Na, sziasztok, jó éjszakát! Csöcsö, jó éjt! Rohadjak meg, akkor is legánolom azt a szart. Csöves, csöves, csöves! Szép előred. Nye, nem talált. Most nézem, az a 23-as leesett azért. Ja, szép volt. Na, nekem még van egy... Meg tudod mondani, hogy nagyjából honnan lőtt? Hát... Jobbra volt alattad, ahogy így mentél el a tenger felé. De ez mit jelent az út? Ezen az oldalán vagy a túloldalán? Ennyire nem voltam még akkor közel. Ja, értem. Azt hiszem megvan. Formációban 5 órádnál. Strela, Tali, mögöttünk. Hál' Istennek. Jár neki, úgyhogy adok egy rifle-t. Csak még szerintem ez már kilövöldözte magát, mert már nem lő rám. Shaq.
Na szóval azt mondod, hogy innen jöttem, és valahol itt volt előttem, ugye? Most nézem, ha lehet lő. Jaj, de jó. Fog lőni rám pedig. Nem? Nem lősz rám? És rám sem. De? No joy. Lőtt rád egy tank a hídról. Híd? Pont a híd mellett van, ja. Charlie, látom. Sea traces. Oké. Ja, amúgy Winchester, csak guns, down to guns. Good kill. Faszt, és tovább mozog. Azt mi? Hátulról nyomtam neki a Gantz, bazeg. Hát behalok komolyan. Ezeknél kis sebességes szűk fordulóknál, de nem bírom követni az A10-et amúgy. Na végre! Valahol... Jú, majdnem, majdnem neked jöttem, mert alattam voltál. Áh! Hű, látlak, szia! Néztem, hogy hol a picsába, hogy már be akartam mondani, hogy valahol fölötted vagyok, és így egy centire elmentél pont ekkor mellett. Hű! Na, te 55 Ganza. RTB. Jup. Mik az első checkpointot ki is cleareltük. Úgyhogy viszonylag jók vagyunk.